Akkor elkezdjük a világtörténelem talán egyik legszebb tanítását, egyik beszédet. Az egyik beszédet kicsikét tudja megmondani őszintén nektek, hogy Jézusnak annyira legszebb tanítása, ha valaki egész életében egyik beszédnek a tanítását megértésbe tartja, és semmit nem olvas hozzá. Már betöltött azt a szerepet, ami leszületett a Földre. Hihetetlen csodálatos tanítások vannak benne. Egy másodperc közben ezt kicsit lelövöm. A hegyi beszéd két fő részből áll, a boldogságmondásokból, és utána jönnek a Jézusnak a tanításai. A boldogságmondások a legérdekesebbek, ugyanis a Bibliában nincsenek hozzá különösebben magyarázatok, csak egyszer elmondják a boldogságmondásokat. Mert miután tudjuk, hogy a hegyi beszédnek megvan a szellemi magyarázata, és ezt nagyon kevés ember idézőben a méltó, hogy ezt megtudja, részint, hogy ezek az írások nem kerültek ki a nyilvánosság elé, és szerencsénk van, hogy ezeket ki tudjuk tárgyalni, meg tudjuk beszélni. Erőt engedjétek meg, hogy egy nagyon kedves kis történettel indítsam az előadást. Egy férfi elment a fodrászhoz, hogy levágassa a haját, a szakállát, ahol mindig is szokta. Lassan beszélgetésbe elegyedett a borbéllyal, aki foglalkozott vele. Sok mindenről beszéltek, különböző témákon át. Egyszer csak súrolták Isten kérdését. A borbé azt mondta, nézz ember, én nem hiszek Isten létezésében, ahogy maga mondta. Miért mondja ezt, kérdezte a vendég. Most olyan egyszerű, csak ki kell menni az utcára, hogy az ember rájöjjön. Isten nem létezik. Ó, mondja meg nekem, ha Isten létezne, lenné ennyi beteg ember? Lennének elhagyatott gyerekek? Ha Isten létezne, nem lenne se kín, sem szenvedés. Nem tudok elképzelni Istent, aki hagyná, hogy ilyenek megtörténjenek. A vendég elgondolkodott egy pillanatra, de nem akart válaszolni, nehogy szóváltásba keveredjen. A borbé befejezte a munkát, és a vendég távozott az üzletből. Amikor kilépett a fodrásztól, látott egy embert, hosszú hajjal, szakállal, úgy látott régóta nem fogott ollót a kezébe, ápolatlannak tűnt. Ekkor a vendég újra belépett a fodrászüzletbe, és így szólt a borbéhoz. Tudta? Borbélyok nem is léteznek. Hogy nem léteznek? Kérdezte a borbé. Itt vagyok én, borbé vagyok. Nem, kiáltott fel a vendég. Nem léteznek, mert ha léteznének, nem lennének olyan hosszú hajú szakállas emberek, akik ápolatlanok, mint az a férfi az utcán. Á, borbélyok léteznek, csak annyi, hogy vannak emberek, akik nem mennek el hozzájuk. Pontosan, hagyta rá a vendég. Erről van szó. Isten létezik, annyi csak, hogy vannak olyan emberek, akik nem mennek hozzá és nem keresik őt ezért, és ezért van olyan sok kín és szenvedés a világon. És akkor a boldogságmondások, ami igazság szerint ugye egy pár sor a Bibliában, annyit hozzá kell tenni, hogy ugye 8 boldogságmondás van, és ezek a boldogságmondások, ha valaki megnézi, igazság szerint az a 8 az 9. Az a 8 az 9, és nekem is ez gondot okozott. Igazság szerint a 9. mondás az már maga hegyi beszédnek a tanítása, és azt nem szokták belevenni. Na mit is kell nekünk tudni? Ugye tudjuk, hogy a szellemi búvárok Pesti egylete ugye evangélium spiritizmussal foglalkozik, aminek a fő lényege, hogy a Bibliának a tanításait ugye elmagyarázzák a szellemi tanítók, és így tudjuk megérteni, mert tudjuk, hogy a Bibliában gyakorlatilag minden ilyen képletes, tehát nem szabad szó szerint a Bibliát érteni, meg nem is tudjuk érteni, felfogni, mert tudjátok, hogy egyes sorhoz sokszor 60-70 oldalt is hozzá lehet írni. Na, ugye pont így vagyok a hegyi beszéddel is, és nézzük meg, mik is ezek a boldogságmondások, amiket majd végül fogunk menni egyesével, és hihetetlen magyarázatot kaptunk hozzá. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekvők, mert ők Isten fiának mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. És akkor van a 9., ami már maga a tanításnak az elkezdése. Boldogok vagytok, a szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
Amit nagyon tudni kell, tudjuk, hogy a néptelen szellem volt az egyik fő tanító, nem csak a magyar szellemtudománynak a történetében, mert ezek a tanítások az egész világon ugye elterjedtek. A néptelen szellemről már tudjuk, egy párszor elmondtam előadáson, de ugye elmondom még egyszer, hogy 1976-ig FM médiumon keresztül jelenkezett a néptelen szellem. A nagy szellemi tanítók soha nem mondják meg a nevüket. Mert pont az a lényege, ő azt mondta, hogy őt hívjuk csak névtelen szellemnek, mert nem az a lényeg, hogy milyen név mögött akarnak viselegni, és pont ez van a poén, hogy az igazi nagy tanítók soha nem mondanak neveket, felvesznek esetleg valami érdekes nevet, mint ő is felvett a névtelen szellemet. A névtelen szellem egyszermédiumot választotta ki. Azt tudni kell, hogyha egy nagyon magas szintű szellemi lény kiválaszt egy embert, az az ember általában egy nagyon komoly szenvedéssel teli élet, mert azért tudjátok átengedni a testét neki, egyszermédium, transzmédium volt, tehát ő azért született le ide a fizikai síkra, hogy a névtelen szellemet szolgálja, egy nagyon tiszta életet kell élni. Azt tudnotok kell, ugye, hogy egy médiumon keresztül, ha megszólal ugye a névtelen szellem is, hát ő neki nem a kocsmából kell kijönni, ugye sejtjük, tehát nagyon komoly tiszta életet kell élni az egész életével. Egyszer médium 1976-ban halt meg, és akkor mondta meg a névtelen szellem, amikor már befejezte, hogy többet nem fog megszólalni, minden tanítását leadott, ami fontos volt, és akkor mondta meg a nevét, hogy Jézus előtt élt 600 évvel, és a világ Buddhaként ismerte. Buddháról annyit tudnunk kell, hogy végig jelen volt Jézusnál, segített rengeteget, Péter apostolként volt jelen például a megváltásnál. És akkor nézzük meg, hogy magát ezt a könyvet, a helyi beszédet, amit feldolgozott ugye az egyesületünk, ugye és Buddhának a tanításait, hogy az elő szót felolvastam nektek szó szerint. Az előadás anyagának első része a boldogságmondások, esztermédium által érkezett a szellemi vezetőtől, a névtelen szellemtől. A névtelen szellem a legjelentősebb művének egyik eredet van a hegyi beszéd magyarázata, ez azonban nem készületett már el, mivel esztermédiumot ebben a magas koros egészségének egyre romló állapota, de nem kevésbé az akkor évek állandó izgalmakkal feszültséget teli helyzetén megakadályozták. Ám elkészült, az a 8 boldogságmondása vonatkozik. Sajnos a hegyi beszéd többi része nem kerül feldolgozásra, de a névtelen szellem nagyon fontosnak ítélte. Ezt hozzá szeretném tenni, hogy érdekes módon, én a 8 boldogságmondást nem ismertem előtte, és az azt a részt, amit pont esztermédium nem mondott el, ugye Bután keresztül, meg azt a részét tudom nagyon jól. Végre összepasszolt a kettő nagyon jól. Folytatom akkor, pedig ezt a kérdésed vonatkozásában tapasztalatot teljesen eléferdül felfogások rákérgesedett halmazától kívánta volna megtisztítani. Mindezáltal annak idén úgy rendelkezett a szellemi tanító, hogy mivel munkája töredékes és félsületlen, annak teljes befejezésé még a töredékesen lássanak napvilágot. Egyszer médium távoztával már nincs remény arra, hogy igen fontos mű elkészülhessen. Feltételezve a névtelen szellem utolagos megérte engedelmét, úgy gondoltuk, hogy mégis az olvasó elé bocsátjuk a nagyértékű munkát. A szellemi vezető nem találta annak idén teljesen kidolgozottnak a munkát, melyben az úr a férfi női lelke kapcsolatának lényegét egyértelműen határozza meg, aki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért idézve, immár paráználkodott az ő szívében. Ebben a dualisztikus kapcsolatban is benne van az emberi lelkek sok nyomorúságának eredője, de egyben idén torkolik a felemelkedésünk útja. Mi lehet lelkesítőbb és elragadóbb, mintha valakinek azt mondják, ti vagytok a Földnek a savai, ti vagytok a világ világossága. A ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehetek be a mennyek országába. Milyen módon lehet a boldogság fényházába eljutni? János Evangélium szerint azt mondja az Úr, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Vagyis az emberi lelkeből ki kell formálódnia a Krisztus ábrázolatának. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ez a könyvet a Magyar Szellemkutatók Társasága adta ki különben. Azért nem akarták sokáig kiadni, mert maga a hegyi beszélnek a második része, ugye elmaradt a magyarázata, és nem akarták kiadni az egészet csak egybe, de miután esztermédium ugye közben meghalt 76-ban, így mégis úgy döntöttek, és meglátjátok, milyen csodálatos magyarázatok vannak. Ha könyvet kell valakinek meg tudom szerezni, most nem tudom mennyibe kerül, ilyen 1800 és 2500 forint között van, csak ezek a könyvek nem nagyon kerülnek ki a tömeg elé, mert részint félre magyarázzák. Még a papok is rosszul tudják magyarázni a hegyi beszédet,
nagyon fontos dolog, hogy tehát nem akarják, hogy félremagyarázzák az emberek, valami rosszat mondjanak esetleg. A másik, ami fontos dolog, hogy megmondom őszintén nektek, hogy ezek a könyvek, amiket én megszerzek, nagyon nagy része a század előtt is készült például belőle, és múltkor néztem olyan könyvet, amit 1800 forintért veszünk, hogy nem volt a bizományba 9600 forintért, mert különlegesen meg mi volt meg minden, és régi is ég. Na, ezért nem is adjuk ki ezeket a könyveket, csak akinek kell, és az, aki tényleg megérdemli. Tehát esetleg kell, ez nagyon fontos dolog. Most, hogy miért van ugye 8 boldogságmondás, 8 a teljesség száma a Krisztus rendagram szerint. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És akkor, igen. És ha nincs olyan médium, akit ilyen magas tanítószám tudom választani arra, hogy befejezze ezt a művet? Nincs, mert nincsen, mert annyira, ugye sokat beszéltünk erről, az utolsó időket járjuk, hogy ha ezt, amit leadtak a szellemi tanítók, ennek csak a felét az emberek megtanulnák igazság szerint, akkor is már kevés lenne az idő, ez az élet rá. Ugye tudjuk, hogy nem biztos a jövője se a fiatalnak, se a holnapnak, nem rémizgetünk senkit, se kész, így éljük az életünket. Tudjuk, hogy egy szerepet játszunk a Földön jelenleg, egy színházba járunk. Egy színházba járunk különben, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen jól lehet ezt jelképezni is, hogy ugye van egy levelező listánk, egy pár rajta voltak a levelező listán, és pont az egyik nagyon kedves barátom Svájcból mondta, hogy szerint az Akasa nem is létezik, maximum tudjátok, Akasa az a föld körüli hálótudati háló, ugye benne van elméletileg a múltunk és a jövőnk is, mert ez egy érdekes egy dolog, és mondta, hogy ez hogyan lehet benne a jövő, amikor igazság szerint ugye ezt most fogjuk lefutni ezeket a köröket. Már nagyon egyszerű a dolog, nagyon egyszerű a magyarázata. Először is az összes profi, a Nostradamusok kezdve mindenki, Akasa utazó volt, Akasa látó volt, így beállt az Akasába, és így láthatta ugye, hogy mi történik a elkövetkezendő 1-2000 évben. Ugye például egy ilyen Nostradamus-szerű látó, ugye ő nem tudta elmondani a repülőgépet, mindenfélnek leírta, mert akkor még nem is létezett repülőgép. De mégis hogyan van, ugye, nagy komoly ugye, gondot okozhat, hogy a jövő benne van, akkor mi ebben mit tudunk szerepet játszani. Hát ez a lényeg. Színház az egész világ, ugye? Ez nagyon jó, tudjuk, ugye Shakespeare nagyon szívesen leírta, ugye egyik legnagyobb spirituális író volt, és 5. szférából született a segíteni minket a verseivel, a színdarabjaival, az írásaival. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ugye tudjuk, hogy halhatatlan lelkek vagyunk, és valamilyen szerepén lejöttünk a földre játszani. Ugye tudjuk, hogy karmikusan milyen dolgaink vannak, rendbe kell őket tenni. Nagyon tudjuk, most nem akarunk nagyon mélyre menni, de tudjuk, hogy a kozmoszok között is egyik legalacsonyabb kozmos sajnos. Benne vagyunk nyakig ugye ebbe a trucsiba, így is mondhatnánk. Sőt, a Föld a 7 bolygó közül még ráadásul a másik legalacsonyabb bolygó, tehát elég alacsony szinten vagyunk. Sokat kell még fejlődnünk. Most nem kell sejtünk, hogy ugye annak idén szembefordulunk utat Istennel, meg rengeteg bűnt elkövettünk. Tudomásul vettünk, de már felfelé emelkedünk. Ez a lényeg belőle. Felfelé emelkedünk. Nagyon jól tudjuk, hogy büntető Isten nincsen, nem létezik. Isten csak szeretettel van, és mindenkit szeret. Ami büntetés van, az embereknek ez a lényege rájönni, mindenki saját magát bünteti, ennyi az egész. Isten nem büntet senkit se az égvilágon. Mi büntetjük saját magunkat. És amikor rájönünk arra, ugye, hogy a szeretet az egyetlen egy út, ami jó irányba visz minket, akkor elkezdünk felfelé emelkedni. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog. Na most miután ugye a színházat játszunk itt, azt tudni kell, hogy szabad akarattal rendelkeztünk annak idején, de a szabad akaratunkat szép lassan elvesztettük. Most úgy kell elképzelni, mondjuk, hogy ugye lejöttünk ebbe a földi színházba, én most a Karsza István riasztószerelőt játszom, meg ugye most éppen tanítok, tehát én ezt felvállaltam, nekem ezt kell csinálni. Tehát ezt a színdarabot kell nekem eljátszani. A másiknak egy Kazán Kovács színdarabot kell eljátszani, tehát ez a színdarab meg van írva, a szabad akaratunk ilyen 1-2, már legyen maximum 3%, higgyétek el nekem, ezt a színdarabot végig kell játszani. Na ez a színdarab van megírva az Akasába. Le van írva az Akasába, hogy ezt a színdarabot a Karsai Pistinek végig kell játszani. A szabad akarattal letérhetek az útról, én köröket futhatok, úgyis a sors mindenképpen abba az irányba fog engem rákényszeríteni, hogy végig kell járnom ezt az utat. Ugye kedvenc példám, ugye én nekem az a feladatom, hogy ugye a templomba járjak, akkor reggel felkelek, ugye jobbra a kocsma, balra a templom. Elmentek 5-szer a kocsmába, de mi történik? Betegséget kapok, rá fog kényszeríteni a sors, hogy menjek mégiscsak a templomba. Vagy pedig, ha úgy döntök, mert szabad akaratom van, én akkor sem fog bemenni a templomba, én akkor sem a kocsmába szeretnék járni, akkor mit mondod a fenn a színházi rendező? Hát a Karsai Pisti nem tudta betölteni ezt a szerepet, akkor majd
leveszik a színpadon, és mások játszanak ezt a szerepet. Ennyi az egész. Tehát ezért van az akasában benne, ennek a szerepjátékok vannak benne. Azért mondom, hogy szépen meg van rendezve, és ez rengeteg kis angyali segítő, ez mind azért jön nekünk segíteni, az kis utunkat egyengetni. Sokszor, ha kell, rosszat is tud nekünk tenni, bármilyen furcsa, hogy mégis azt az utat járjuk végig, amire ki lettünk jelölve. Honnan lehet tudni különben, hogy mindenki jó utat jár, hogyha nem történik semmi különleges dolog az életetekben. Ugye amikor az ember rálép erre az ezoterikus útra, akkor elő szokott fordulni ugye mindig, hogy véletlen találkozások, akár balesetek, különleges dolgok, sőt látok gyönyörű dolgokat, ugye átjár az isteni energia, megérzem Istent is, megtapasztalom, és akkor egyszer csak az történik, hogy nézem, hogy olvasgatom a könyveket, járok előadásokra, de megszűntek ezek a csodálatos dolgok körülöttem, hogy most már nincsenek látomásaim esetleg, nem történnek ilyen felemelő dolgok, hogy érem az életemet, jó, hogy járok előadásokra, olvasom a könyveket, igaz már kezdek a szeretet irányába is menni, és úgy észreveszem, mintha nem is foglalkoznának velem. Ennek az a magyarázata, hogy ez is benne van a Bibliában, hogy a pásztor csak az elkóborolt bárányka után megy, aki már ott van a nyájban, jó helyen van, az azt jelenti, hogy jól járja az útját. Tehát ha veletek már nem történnek különleges dolgok, akkor azt jelenti, hogy jó helyen vagytok, és azt a feladatot végzitek, amiért leültetek ide a földre. És akkor nézzük meg ezeket a boldogság mondásokat szépen sorba, hogy melyik mit jelent, és elkezdünk egyesével végig menni rajta. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyeknek az országa. A lelki szegények azok, akiknek az értelmi fejlettsége nem haladja túl az erkölcsi fejlettséget, hanem egyik a másikkal párzamosan fejlődik a természetes haladás törvényében. A legtöbb szenvedés az értelmileg fejlett, de erkölcsileg fejlődésében visszamaradt lelkek nagyot akarásából, a tökéletlen elgondolásából származó alkotáshoz jutották a világra. Ennek következményeként mind a szenvedés és a fájdalom visszaul az azt megalkotó szellemre, és hosszú idő telik el, míg tévegéseiből romjaló kiszabadulhat, és megkezdhet ismét a munkát, mely erkölcsi fejlődése céljából folytatódnia kell. A lelki szegénység alatt az Úr nem az együgyűeket, hanem az egyszerű, becsületes, jóra és igazságra törekvő embereket érti. Azokat, akik nem hivalkodnak képességeikkel, nem törekvenek az ére, hogy vezessenek. Nem keresik az alkalmakat, a tömegből kiemelkedhessenek. Azokat, akik nem hallhatták a hírnevet, a dicsőséget, mert nem értékelik túl magukat, míg akkor se a valami igaz jót mutatnak a világnak. Mert érzik a lelkükben a felelősséget, mely minden egyes átlagból kiemelkedő lélekre ránehezedik. Azokat, akik nem használják ki azokat az előnyöket, melyeket a világ elismerése kínál feléjük. A lelki szegények nem uralja a helyzetnek, mert az ő értékmérőjük mindig az igazság, melyel életükkel, munkájukkal, öntudattal is megvalósítani igyekeznek. Érzik a gyengeségüket, gyarlóságukat, ezért tudják, hogy tökéleteset nem végezhetnek. Szívesen csatlakoznak azokhoz, akik jobban megközelítik az eszmét. Természetük nem a diktálás, inkább az engedelmeskedés. A világ fiai hamar felismerik őket, mint céljuk eléréséhez, könnyen felhasználható és könnyen kizsákmányolható eszközöket. Sokszor kinevetik, gúnyolják őket hitükért, bizalmukért, de a jó irány követését nem vitathatják el tőlük. Boldognak mondja őket az Úr, mert hiány vannak azoknak a ravasságoknak, melyekkel felfegyverkezve indulnak a világ hódító útjukra a földi életben, hogy kicsikarják az esetőségek világában maguk részére azokat az örömöket, melyeket az igazság törvénye megtagadott tőlük. A lelki szegények nem ismerik a hazugságot, az állarcot, mely a lelkük belső természetét megmásítva mutatják meg magukat a világ előtt, hogy élvezhessenek olyan bizalmat, olyan szeretetet, ami nem nekik lett számva. Mert a világ emberei vagy állarcban, vagy felismeretetlenségi kendőzött lelki arccal mutatkoznak egymás előtt. Ez a kendőzés sok fáradtsággal és sok feszültséggel jár. Aki el akarja végezni a munkát, amire a földre jött, annak nincs ide ezekre a hiába valóságokra és tévegésekre. De gondoljatok bele, most ugye lakik vagyunk a politikába. Abból élek a politikusok, hogy egymást becsapják, meg a népüket becsapják. Szerepet játszanak, míg önmaguk előtt is. És az a legrosszabb, tudjátok, és sokszor mondtam, hogy saját magunkat kell legelőször elfogadni. Addig nem vagyunk képesek senki mást elfogadni, amikor a tükörben nézünk reggel. És azt mondom, jó, van elfogadom a kopasz, kövér, karsai, pistit, akkor rendben van a dolog. Ha saját magammal is harcba vagyok, akkor másokat sem leszek képes elfogadni. Ez egy nagyon fontos dolog. És akkor nézzük tovább a tanítást.
Azért is boldogok a lelki szegények, mert nem tudnak a formák művészi kidolgozásáig eljutni, mert erre nincs képességük, mert az ő lelküket a lényeg érdekli. Természetes ösztönükkel követik a helyes irányt, mert Isten lelki ír a lelkükbe, ezért ők mindig eljutnak a legegyszerűbb igazsághoz, mely átformálja a lelküket, nem kell tévelyegni azokban az útvesztőkben, melyeket az emberi okoskodás vált ismeretlen sötétség sűrűjében. Nagyon fontos dolog, hogy ezt kihangsúlyozod, nem tudnak a formák művészi kidolgozásáig eljutni. A szellemtudományban és mindenben az egyszerűség elve érvényesül, higgyétek el nekem. Azok, akik már benne mennek, ugye nem is kell messze menni. Itt vannak ezek a szuper közlések, ugye csillagkapukról, aki interneten az rendszeresen kapja, és akkor semmi másra nem beszélgetek, mint hogy ilyen kaput megnyitnak, olyan energiák jönnek, délután fél állat imádkozatok, mert akkor elküldjük a 11-ben 18-as csillagkapunk keresztül az újabb energiákat, mindenki néz fel, és túl bonyolítják az egészet. Ezek az emberek mindennel foglalkoznak, csak a saját valóságban nem. Mert megnézzük azokat az embereket például, akik megtanulja valaki a telefonkönyvet fejből. Nagyon okos dolog, becsületes dolog, megmondom őszintén, de úgy el vissza az igazi tudását afelől, ahol igaziból el kellene neki mennie, mert túl bonyolítja az életét, és nem veszi észre az egyszerűséget. Ő neki nem lesz erre alkalma, mert elment az agya teljesen más irányba. És mindig ezt szoktam mondani, de így van sokszor még a művész szávazatokkal is, hogy van, aki olyan művészetet végez például, ahol az embertársa segíti, felemeli a lelkét, a rezgéseket, ami csodálatos tud lenni. De vannak olyan művészetek is például, ami semmi más nem csinál, hogy valakinek a magamutogatását próbál meg létrehozni például, ugye, hogy ő figyeljenek fel, és akkor azt hiszi, hogy attól ő lesz az okos, ezáltal totál elviszi az agyát az igazi valóságtól, ami leszületett a Földre. Most, amikor eljöttem például pihentem egy órakor, és megkaptam a National Geographicot, ugye, ahol nagyon örülnek a különleges témákat találnak, és volt egy ember, aki Afrikába kínoszta magát, mert megmutatta, milyen jól lehet ugye a természetbe menni, és akkor például ilyen, talált egy döglött zebrát, és akkor elkezdte nyersen menni, mert az ember erre lett teremtve, és az ősember is így ette. Gratulálok hozzá, biztos nagyon hasznos életet él itt a Földön, meg kell mondani őszintén, ugye? Az emberi hülyeség ugye határtalan, tehát ezt nem veszik észre az emberek, meg a valóságtól kezdve minden, tehát nagyon elviszi az agyukat, és ugye azokat az egyszerű embereket, akik ugye kinevetik, aki este nem ül le megnézni a barátok közt például, ugye, vagy nem nézi meg a mit tudom én sorozatokat, ugye, vagy a tévécsak a tőlbe sokszor, és akkor kinevetik, ó, te nem tudsz semmit, csak milyen jogok vannak a tévében. Gratulálok hozzá. És akkor ugye lenézik, mert ő egy lelki szegény vagy, egy kis lelki szegény vagy és kész. Holott ő sokkal gazdagabb, mint a másik. És akkor nézzük tovább a tanítást. A lelki szegények hisznek Isten törvényében, hisznek az ő ígéretében, hisznek az igazságokban. Az értelmileg túlfejlődött lélek a sokoldalú képességeitől kísértette felemelkedik magasba, hogy az istenség titkát kutassa. Amikor azonban a magasba törő lélek elé csak egy felső saját lelkéből feltörő homály vetődik, amely elfedi előle az égi fényt, akkor megszédülve hullik vissza a föld porába. Gőgös lelke megtagadja Istent, mert nem érti meg Isten igazságosságát, mivel nem tud belejeszkedni azokba az egyszerű, de gőgös emberi lelkeket homályos rendszer nélkülinek látszó, megmagyarázhatatlan rendelkezésekbe, mert Isten a világot kormányozza. Nem csak a földi élet anyagi javai veszélyesek, a tökéletlen, bűnös emberi lélekben nézve, sokkal veszélyesebbek a fejlett lelki képességek, a velük együtt szilárd hit és alázatosság nem tud kifejlődni a lélekben. Minél magasabbra emelkedik az értelem, az Istenbe vetett hit nélkül, annál mélyebben zuhan alá a tévegések sötétjébe. Az érzelmi és erkölcsi fejlődés magas fokozatain a bölcsesség és szeretet tiszta boldogságához kínáló világai nyílnak meg azok előtt, akik a földi életükben megmaradtak egyszerűnek és kicsinyeknek. Azok előtt, akiknek a nagyság abban tűnik ki, hogy odaadóbban, hűségesebben tudja szolgálni embertársaik javát, több méltatlan megaláztatást tudnak eltűrni, megtorlás nélkül, többet tudnak adni a világnak, mégis kisebbek tudnak maradni, mint a többi ember. Azért boldogok a lelki szegények, mert még nem tudják, hogy milyen nagy kincset hordoznak a lelkükben, nem hivalkodnak vele, így a sátán nem veti rájuk a hálóját. Na, ez már egy nagyon fontos dolog. Azzal, hogy valaki egyszerűen és tisztességesen éli az életét, és látjátok, a lelki szegények nem akarnak vezetők lenni, nem akarok tanítók lenni, nem akarok proféták lenni, nem akarnak kitűnni politikai irányítók, vagy bármi, nem akarnak igazgatók lenni, a vágyaikat sokkal lejjebb vitték. Ezáltal a támadási felületük sincsen,
Mert ugye az az ember, akinek mondjuk abból áll az egész élet, ugye nagyon jól tudjuk, hogy amilyen buták az emberek, ugye életüknek az első részéket akár az egészségükkel együtt feláldozzák a karrierjét. Feláldozzák, ha már gyereket se szülnek a nők, ugye, mert akkor elmennek gyesen, nem tudnak a munkahelyen dolgozni. Nagyon fontos az előléptetés, mert nagyon tetszik, ha az egyszer nagyon komoly beosztása lesz. Még rá is ment az egészsége. A lehetőleg fogja szerezni ugye az egészet, mit tudom, lesz 45 éves, 50 éves is büszke, hogy ugye vezetett egy vállalatot, vagy komoly beosztása van. Miközben bejön az egyszerű kis szerény barátnője, már a gyerekeivel, sőt lehet a unokáival is hozzá, és akkor fog rájönni, amikor meglátja azokat a boldogságokat, hogy mennyi mindent elengedett a kezéből. Arról nem beszélve, ugye, hogy feláldott az egészségét is, ugye, a karrierért, a sok pénzszerzésért, és utána meg lehet, hogy később 50-60 évesen meg fel fog áldozni minden pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy amilyen buták az emberek, erre nagyon képesek. Tehát maga a támadási felület az ilyen embereknek nagyon rossz, ugye, mert a hírnév, a becsvágy, ez csodálatos támadási felület, és higgyétek el, a fekete erő csodálatosan tud működni. Most volt a héten pont egy ilyen, vagy két héttel ezelőtt a nagyon klubunk, ahol szintén mediális közlésként szó volt erről a karácsony környékéről különben, és ilyenkor karácsony környékén, nem tudom, hogy odafigyeltetek-e, volt a saját családotokban is például, vagy rokonságban, nagyon sok veszekedés van. Hogy ugye ezeknek a veszekedéseknek több oka is van, mondjuk, mert sokszor ugye a család egészen külön dolgozik, és akkor ugye karácsony napján végre a fél is ott van, a feleség is ott van, sőt esetleg a gyerekek is. És nagyon sok veszekedés van, nagyon sokan akkor vesznek össze például a karácsonykor, meg karácsony előtti időszakokban. Ezt tudni kell, ugye nagyon jól tudjuk, hogy létezik egy sötét erő, egy fekete erő, nagyon nagy észre, nem is tudott a Földön testet ölteni. Nagyon méltatlan volt arra, de nagyon komoly ellenerő, mi szeretjük sátán, luciferi erőnek hívni, hogy nincs ilyen jelentősége, nagyon sötét erő, aminek pont az a lényeg, hogy mindenkit eltérítsen a szándékától. Az ilyen szép ünnepekkor, ugye, amikor ugye a karácsony adja, mi Jézus emlékezünk, és nem is a jó kis kajákra, ugye, de az a fő lényege, hogy az ember megnyílik. A szeretetből is még a haragos emberek is picikét leengednek ilyenkor, tehát lelkileg ezerszer érzékenyebbek leszünk, és ez az az időpont, ahol a legeslegjobban tud a sötét erő támadni. És ez az oka, hogy egyszerűen karácsonykor olyan emberek is összevesznek egymással, akiknek egész évben lehet, hogy semmi bajuk, vagy húsvétkor például. Úgyhogy higgyétek el, nagyon komoly támadásnak vagyunk kitéve, főleg most ebben az utolsó időszakban, de ugye aki tisztán él és tisztán ezek a szerencsére minden ilyen meg tud úszni. Na, akkor nézzük a következő boldogságmondást. Boldogok, akik sírnak, mert őt megvigasztaltatnak. És látjátok, hogy ez, amit mondtam az előbb is a Bibliában, egy sorhoz mennyi magyarázat tartozik hozzá. Most megmondom őszintén nektek, hogy amit én itt magyarázatként elmondok ezekről a boldogságmondásokról, ez csak egy töredéke, ami benne van igaziból a könyvben, magyarázatként, de hát egy egész könyvet nem lehet ugye elolvasni. A legfontosabb részeket emeltem ki belőle, hogy azokat megértsük, hogy mit tartozik a boldogságmondáshoz. Tehát, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Minden fájdalom a lélek hiányérzetéből fakad, minden hiány pótolható, hogy minden fájdalom a szomorú szívű emberének is megvigasztalható. Hányan vannak, akiben a lelkében még nem vált tudatosan a hiányérzet, mert a lelki érzéseik durvák, kemények, észrevehető képességű tompa, csak erőszakosabb hatásokra válnak érzékenyé. Az ilyen emberek nem sírnak, nem bánkodnak, ahol nagy szomorúsága van okuk, inkább bosszankodnak tehetetlen dühükben, másodnak kellemetlenkednek, vagy a világ nyújtott örömökben keresik kedélyük lecsillapítását. Aztán vannak, akik különös egykedvűséggel járják az életútját, lelkük fásultságát nem hozzák rezgésbe az érzések hullámzásai, nem hisznek, nem remélnek, nem szeretnek. Az élet jelenségei csak addig kötik le őket, ameddig az ő egyéni önző céljaik is megkívánják. Ezek nem sírnak, mert még nem bontakozott ki bennük a halál az egyforma mozdulatlanságából. Na, ez egy nagyon érdekes egy dolog. A síró ember lélek azonban már ébren van, a jót a rossz hatásaitól meg tudja különböztetni. Ez hihetetlen különben, hogy én találkoztam olyan emberrel, de és idős emberrel, aki azt mondja, hogy egyszerűen nem tudja mi az, hogy szeretni valakit. De és tiszta szívből mondta. És mondom, anyádat, apádat, vagy valaki testvéred volt valaki. Hát voltak, de közömbös irántuk, hogy kész. Hát nem volt szeretet. Kérdeztem tőle, hogy
Ja, volt felesége persze, de akkor a szerelmes is azért csak volt, tehát feleséged volt meg minden. Nem, hát hogy összejöttek ott a faluba, jól leszik magukat, ugye kész, ennyi volt az egész neki. Tehát egyszerűen képes egy ember úgy végigjön az életét, hogy nem volt szerelmes, de még szerete sincsen benne. Ez a közömbös, sablos életet élte. Olyan emberrel is beszélgettem, aki azt se tudja, hogy mi az, hogy sírás. Utána szerintem kisbabakorában felsírt egyszer, és vége volt. Tehát azért, mert ez egy olyan hihetetlen dolog, és onnan lehet meglátni, hogy aki igazi érzékel, tehát igaziból benne van már a másik ember iránti empátia, mind az égvilágon, ugye ők azok képesek sírni. Az emberi fájdalom megérinti őket, egy hihetetlen dolog különben. Sok ember szégyen sírni például. Ó, hát én nem fogok sírni semmi se. Férfiak nagyon nagy része különben sír, szokott sírni, mert megmondom őszintén, hogy mi férfiak azért sokszor gyengébbek vagyunk a lányoknál, csak mi mondjuk nem mutatjuk ki kifele általában, hanem mi befele szoktunk sírni, és az játszuk a hősödni, az ilyen bátrak vagyunk, mert nekünk elmondták gyerekkorunkban, ugye, hogy a fiúknak nem szabad sírni, ugye ez gyerekkori tanítás volt, tehát én nekem nem szabad sírni, és akkor mindenki keménynek kell lennem. Jó, hát igen, gyönyörű tanítás, fizikai világ tanítása. Jó, akkor nézzük tovább ezeket a szép tanításokat. Az ember születésével megkezd az élettel való küzdelem hatásait magába feldolgozni. Ilyen a gyermek, a csecsemő, aki öntudatlan lényében a hiány sírásában nyer kifejezés. Később fokról fokra szaporodó érzései, benyomásai, mely között nem utolsó helyet foglal a táplálkozási ára kielégültség érzete, mint öröm, hozzászokhatják a gyermek fejlődő tudatát, hogy hiányérzetét a sírással adja tudatára a környezetének. Amikor felnőtt az ember tapasztalja, hogy a földi élet tele van hiányérzetből támadó fájdalmakkal, keserű, könnyes panaszokkal. Az összemberiséget, az egész földet és az az körülvevő szférákat a nagy hiányérzet gyötri, kínozza, mert minden megnyilvánulásában Isten után kiált. Isten hiányzik a szenvedő lelkedből. A legnagyobb hiányérzet, a legnagyobb fájdalom azért van, mert elfordul az ember Istentől, nem keresi a teremtőjének akaratát, nem kutatja annak törvényét, a tévedés útján jár, a bűn bűnre halmoz, sokasítja a szenvedés minden gondolatával, minden cselekedetével összefúzza a szálakat, mert a tévedéséig következményhez kötik. Tudjuk a csecsemőknél, hogy ez az egyetlen egy lehetősége van a sírás. Azt is tudjuk, hogy ugye ezek a dolgok, hogy mi iszunk a felejtés mocsarából, tudják, vagy vizéből, vagy átaszunk a felejtésnek a folyóján, ugye ez nem állja maga helyét, ez csak ilyen kitaláció. Igaziból a csecsemő, amikor már abba adja ezt a sok-sok alvásos időszakot, tehát a fizikai szinten a lelke már benne van a testében, és általában elér a 7 éves kort, maximum a 8 éves kort, annyira tud a fizikai világgal azonosulni, hogy onnantól kezdve elfelejti az egész szellemi múltját. Tehát ennek ez a lényeg, átveszi a fizikai sítnak a rezgései teljesen, és azt hiszi, hogy ez a valóság, amiben benne van. Ugye tudjuk, hogyha valaki odafigyel a csecsemőknek a gyerekkori beszédére, akkor még azt is meg lehet tudni esetleg, hogy hát valamikor rokonul született le. Tehát vagy honnan született le, ez rá lehet jönni. És bizony-bizony innentől kezdve kezdődik az az időszak, hogy milyen tanítást adunk a gyermekeinknek, és hát nagyon jól tudjuk, hogy van, aki intézetbe kerül, vannak olyan szülők, hogy verik például, tehát nem biztos, hogy a szeretete fogják tanítani, és ekkor hozzájönnek a lelkében lévő dolgok is, ugye mindenki más-más lélekkel születik a fizikai síkra, és ilyenkor felejtenek el sírni nagyon sokan. Egész életükre sajnos. Mondjuk sokszor a élet azért kegyes tud lenni, és látjátok, ezért van a szenvedés, hogy nagyon furcsa, hogy sokszor egy-egy betegséget tudják az embert arra rávinni, hogy elkezdje a teremtőt keresni. Mert ugye Jézus leírt hozzánk, ugye nem azt mondta, hogy egyen szeressetek és Istenként tiszteljetek, de azt mondta, hogy létezik a teremtő atya, mindenki fogadja, hogy van egy teremtője, tiszteljük, és töltsetek legnagyobb parancsot, a szeretet parancsát. Ennyit kért összesen tőlünk és kész. Sőt, amikor szóba jut esetleg, hogy ugye imádni kérdőt vagy valami, vagy azt mondta, hogy faragott bálványokat ne imádjatok sohasem, például soha nem mondta, hogy alakítsatok egyházat a nevembe. Úgyhogy nagyon kimagyaráltuk elég szépen. Nézzük a tanítást tovább. Pedig Isten nem egy távoli fogalom az ember részére. Isten bennünk van, hogy bennünk él. Szívünk rezgésében uralkodik, hogy segítsen, áldjon és boldogítson bennünket azoknak érzéseken keresztül, melyeket ő átültetett a szívünkben. Ő vezérli a sorsunkat, ő gyógyítja meg a lelkünket a bűntől, testünket a betegségtől. Ő vezeti tétovázó lábainkat az igaz úton, ő vigasztal meg bánatunkban, ő pótolja meg az elveszettet, mert ő mindenben minden, ővé a gazdagság, a hatalom, a mennyben és a földön.
És ugye, hogy mennyire el van dugva, ugye nagyon jól tudjuk, hogy mindenki kívül keresi, és ez a legszebben, hogy bennünk van eldugva. Ugye szóba jött az is, hogy Jézusnak a második eljövetele, annak időn beszéltek, ugye pont a hegyi beszédben is szó van erről, Jézus előre megmondta, hát gyakorlatilag ami a hegyi beszédben benne van, illetve a János ellenésekben, ugye amit leírt a 2000 évvel ezelőtt, hogy mennyire igaz, hogy be kell kapcsolunk a tévéiradót, és ugyanazt látjuk és halljuk benne, amit leírt a 2000 évvel ezelőtt. Ugye Jézus azt is elmondta, hogy az ő második eljövetele, az olyan lesz, az pont a korszakváltásos időszakban lesz, akkor, amikor bezárulnak azok a lehetőségek, úgynevezett osztályozás lesz, ugye, de azt is tudjuk, hogy mindenki saját magát osztályozza, ugye nem lesz Mengele bácsi, hogy jobbra-balra mész, Isten nem fogja eljátszani. A saját tisztességünkkel, a saját szeretetünk rezgéseivel fogjuk eldönteni, hogy itt maradhatunk, vagy saját magunkat kivetjük ebből a kozmoszból, egy alsóbb szintre, az utolsó alsóbb szintre. Tehát ilyen veszély nem lesz. Az utolsó pillanatban fel fog tűnni Jézusnak a jele az égen, így van leírva, olyan jel lesz, amely egész világon mindenhol lehet majd látni egyszerre, akkor egyértelmű lesz az emberek számára, még annak is, aki nem hitt ebbe a dologba, hogy minden tanítás, ami le lesz mondva az utolsó időszakban valóságos, minden igaz, de ha már bezárul a kapu, és nem lesz idő a megtérésre. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy a lelkünk, meg a szellemi részünk is ugye a szívünknél és az agyunknál csatlakozik be. Tehát hol jönnek be ezek a tanítások, hol állunk a legesleg közelebb, ugye a lelkünkön, meg a szellemünkön keresztül állunk legesleg közelebb Istenhez. És ez hol van nekünk? Legesleg belül. Csak mindenki kifele keresi. Mondták annak idején, hogy hova lehetne legjobban eltudni ezeket a dolgokat, az ember nem találja meg legbelülre. Itt van a legbiztosabb helyen. És hogy mennyire nem veszik észre az emberek, hallgassátok meg ezt a csodálatos írás történet a halakról. Néhányan, akik hitetlenek voltak Jézushoz, jöttek és szóltak. Azt mondtad nekünk, hogy az életünk Istentől való, de mi soha nem látok Isten, nem is ismerünk ilyet. Meg tudod mutatni nekünk azt, aki te atya, anyának vagy egyetlen Istennek nevezel? Mi nem tudjuk, hogy létezik-e Isten. Jézus pedig így felelt mondván, hallgassátok meg a példabeszédem a halakról. Egy folyóban a halak beszélgettek egymással és szóltak. Azt beszéljük, hogy a mi életünk egy vízből való, de még soha nem látunk vizet, nem is tudjuk, hogy mi az. Más halak, akik okosabbak voltak a többieknél, szóltak. Hallottuk, a tengerben él egy okos, tanult hal, aki minden dolgot ismer. Menjünk el hozzá és kérjük meg, mutassa meg nekünk, hogy a vizet. Így aztán néhányan felkerekedtek, hogy megkeressék a nagy bölcs halat. El is jutottak végül a tengerből a halért, és feltették neki a kérdést. Amikor a hal hallotta őket, így szólt hozzájuk. Ó, ezek a halak, okosak vagytok ti, kevesek, amit kerestek. Vízben éltek, mozogtok és léteztek, és a vízbe fogtok visszatérni. A vízbe éltek, de nem tudtok róla. És mi is így vagyunk ezzel, hogy milyen csodálatos tud ez lenni. Annak idején nem tudom, hogy még sőt, akkor le is rajzolom, mert olyan szerencsém van, hogy ezt a táblát kihagyták. És pillanatban egy kis helyet csinálok neki, elnézést kérek. De nagyon jól tudjuk, hogy a görögök sok istenről beszéltek. Ennek a sok istenségnek az volt a fő alapja tulajdonképpen, hogy rájöttek arra, mert hogy nagyon közel álltak, és félre, mert a tengerre értek, nagyon közel álltak a másik világhoz, rájöttek arra, hogy a tengertől kezdve mindennek van egy nagyon komoly vezetője, de ők ezt úgy hívták, hogy Isten. Hát az ő számukra Isten volt, ugye nagyon jól tudjuk, tehát egyik ez volt a sok istenségnek az egész magyarázata, hogy rájöttek arra, hogyha kapcsolatban tudnak kerülni mondjuk a szélnek az Istenébe, vagy a időjárás irányító, ugye eső irányító, vagy szellemi lénye, akkor esetleg, ha megérdemlik, akkor ki lehet könyörögni mondjuk egy kis eső. Ugye a vadász nagy manitú könyvben, meg ilyenek, hogy benne, hogy imádkoztak, ugye Indiának is, meg eljárták a táncot, és akkor volt, akkor megkegyelmezett nekik ugye a szellemi vezetőfeszről, és akkor elkezdett esni az eső, tehát valóban beért nekik, mert kérték a vizet természetesen. Na most mi a fontos nekünk ugye a mi részünkről? Ez itt a föld. Minden az óvatos, akkor itt vannak ugye rajta ezek a kis vonakák, és így jól ezek a kis emberkék. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy minden egyes embernek itt a Földön két segítője van, ugye van egy őrszelleme, aki kezdettől fogva végig vele van, aki vigyáz rá, ugye amikor a lelke tisztára testéből, akkor belemegy helyet és vigyáz, hogy egy idegen megszállja, meg egy csomó dologba, történések, világ az életét, stb. Mellette van.
Van benne egy tanított szellem, ugye ezt is elmondtuk rendetegszer. A tanított szellemnek is az a lényege, ő egy fokozattal áll csak fölötte, és ő segít át sugallataival adja a tanításokat, meg minden. A tanított szellem az változhat, hogyha exponentálisan magas szinten elindulunk a fejlődés útján, ugye mert tudod a Bibliában is, aki kér, annak adatik. Szabad akaratunk van, tehát se a sötét erő, se a pozitív erő nem avatkozhat az életünknek. De amikor kérjük, akkor viszont jönnek. Ugye sokan nem tudják a negatív energiák, hanem a sötét erőt tudjuk bemondani. Tehát erre van két tanító szellemünk. Viszont akkor jön a következő társaság, ami fontos csinálják az érdekes a szellemi hierarchiában. Egy-egy csoportra, ami 3000 emberből áll, vigyázz egy őrangyal. Ugye ezt most mondtam nektek, hogy egy őrangyal, valami egy osztályfőnök, egyszer 3000 emberre vigyáz. Tehát egy komplet családra tud vigyázni mindenre az égvilágon, hát azon az őrangyalunk. Csak hogy az emberi egót szereti azt mondani, az én Istenem, az én őrangyalom, ugye, az neki van meg minden, ugye. Maradjuk abban, hogy azért ez az én Jézusom, ugye, hát Jézus az egész emberiséggel vigyázik a kozmoszra, tehát ne sajátítsuk ki magunknak. Na igen, állások, ugye, mondod, hogy benne hányszor 3000 ember van, itt van az őrangyalok. Az őrangyalok fölött áll hierarchiában az őrszellem, a magasabb őrszellem, amely az a lényege, hogy az a magasabb őrszellem egy nagyon nagy csapat őrangyalt összefog. Ez egy fontos dolog. Utána jön a következő nagyon komoly szellemi rész, ez a nemzeti géniuszoknak a köre. Ugye ez magában nevében benne van, minden egyes nemzetnek megvan a saját szellemi vezetője. Ugye gondoltátok, hogy milyen vakarás van, fejvakarás, amikor a népek egymással csatálnak, ugye? És nagyon jól tudjuk, hogy ezek a magas szintű szellemi lények, ugye a sereket legfőbb parancsát akarják betölteni, és ilyen elkezdetten nézik, amikor két nép egymással harcol. És most a legfontosabb dolog, hogy az összes nemzeti géniusz átöleli a Földnek a vezérlő géniusza. Na. Ez a Földnek a vezérlő géniusza, ő a legcsodálatosabb, mert még ez a fűtve jóval fogja. Igazság szerint, amikor mi mondogatjuk, hogy ugye Istenről beszélünk, nagyon nagy részben, nem őszintén mi őrátszatunk mondani a legeslegesen többször, mert nagyon sok minden benne van. Ő az az egyetlen egy hatalmas szellemi lény, ugye logikus, hogy ugye szerintem, amikor megjönnek az irányítások, ugyanúgy megvan a hierarchia, hogy az angyali szinteknél is, meg a szellemi szinteknél is, ezek egymást ellenőrzik a parancsok végrehajtását. A fentről magas szintről például Istentől jön valami parancs, idézőjelben mondom, hát ezt nem szó szerint parancsnak vegyétek. Megvan a hierarchia sorrend, ugye, hogy szépen átadják egymásnak, illetve azok ellenőrzik is őket. A őrangyalainknak, ugye ennek az őrszellemeknek is, az emberekre van befolyásuk, ez egy nagyon fontos dolog, tehát ők körülbelül a Föld felszínén tevékenykednek. Viszont a Föld vezérlő géniusza beosztás, így mondanám, hogy ez a nagyon jó beosztás, átjárja az egész Földet. A Föld vezérlő géniuszának, mi belélünk a testébe, az energiájába teljesen. Őre mondják azt, hogy jobban ismer minket, mint mi saját magunk. Ő tudja azt, hogy hány magunk van, hajszálunk, ha mi nem tudjuk magunkból, így van. Hát ő az, akinek belélünk a testének, képzeljétek el, átjárja a Földnek a legmélyebb rétegeit is, azokat a szellemi szférákat lent, ahonnan még csomó szellemi testeset tud tölteni. Ő az, akit belélegzünk minden másodpercünkbe, minden érzésünkbe, és minden pillanatunkban benne van, és itt is rá van. Csak ugye ezt láthatatlan. És keresik mindenfelé. Keresik az égbe, nem látjuk, nem érezzük, és vizsgálgéseinek megjelenik nekünk, hogy igen, itt vagyunk gyerekek, és élek, és létezek. És azért mondom, hogy, és még ő is azt mondja, hogy nem őt kell szeretni, hanem a teremtőt. Őt fogadjuk el a teremtőt csodálatosnak. És ez egy nagyon fontos dolog a mi életünkben, és ugye azt is tudnotok kell, hogy mondtam nektek, hogy amikor jó helyen vagyunk, jó úton járunk, ugye, akkor nem foglalkoznak velünk. És igaziból akkor segítenek nagyon sokat nekik a szellemi barátaink, amikor ugye bajban vagyunk. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor az ember kényelmes, nagyon jól érzi magát, ugye, akkor nem foglalkozik, volt, akkor nincsen szenvedésben része, nem foglalkozik az éhezővel, nem foglalkozik a szenvedővel, ugye, nem érdekel engem a koldus se, ott van fagyjár, meg kitérdek, én jól érzem magamat, megvan a vodkával, sörök, hú, nagyon jól érzem magamat. Mit csinál a sors velem szemben akkor? Belekezd egy olyan élethelyzetbe, hogy én is fázzak, én is éhezzek. Tehát magyarul szenvedek ezáltal. De így érzékeny lettem a többi embertársamra,
Tudom azt, hogy milyen hovacokban ott áll a sarkon, mert azt érdekel a piára költi a pénzét például. Nem érdekel. És higgyétek el nekem, ez egy nagyon érdekes egy dolog különben, hogy ha mi hasonló helyzetben lennénk, mint a koldusok sokszor az utcán, nem biztos, hogy mi is nem alkorra költenek a pénzünket. Az egy dolog, hogy ő miért került oda, az a szellemi része, csak ha mi nem lennénk, akkor ilyen halnának, tehát nagyon fontos dolog az embertársaira odafigyelni, sőt azt is meg kell mondani őszintén, hogy ha valaki részeg, most, ugye most van a karácsony, meg a hideg, ilyenkor tényleg isznak meg minden, de ha valaki az utcán elálló részegen, nem szabad átlődni gyerekek, hogy dögöljél meg, hülye alkoholista, hogy kell neked? Fel kell szedni, segíteni kell neki, mentőt kell, el kell vinni. Nagyon fontos dolog. Egyforma fontosak vagyunk, és nem tudhatjuk, hogy pont az az ember nem akkor fog átmenni egy csodálatos megváltáson. Én emlékszem rám, hogy akkor nem foglalkoztam ilyen szellemtani dolgokkal, beadtam a belvárosba is, láttam, hogy egy ilyen öreg bácsi imbolyog, és akkor összeesik a földön. És az volt a furcsa nekem, hogy én akkor fiatal voltam, ilyen 28 év körül lettem, és én úgy simán elmennek az emberek mellette. Elmennek, volt, aki átlépte a lábát, menni keresztbe is, amit átlépte is kész, ugye, és akkor mondjuk odahajult, aztán tovább ment. És ugye én is odaértem, és akkor lehajultam hozzá, ugye, hogy mégis mi történt meg, mi van vele, mert semmiképpen nem vagyok az utcán hezenni. És akkor tényleg lehetett érezni a pánika szagot, és akkor elmondta az a bácsi, hogy az történt, hogy elment egy barátjához, egyetlen egy kis ilyen vegyes pánikát ilyen kampedivel megivott, ráerőszakolta a barátja, csak hogy a szívgyógyszereket szed, és rosszul lett az utcán, kézzétek el. Kapott egy nem szívram, de valami rosszul lett. Hogy akkor rögtön ugye mentőt hívtunk meg, és akkor helyzetek elhívték a bácsit. Hát azért mondom, hogy nagyon fontos dolog. Hát ez is fontos, tudjátok, az alkoholnál, ugye most a legveszélyesebb dolog, ugye, hogy ilyen hideg van, hogy akar, akaratlan, ugye valaki, hogy eláll az utcán, és ebben a hidegben másokra meg fog halni. Tehát kötelességünk is segíteni a többiekkel. De ezáltal, aki nem teljesíti ezt a kötelességét, higgyétek el nekem, az majd a saját bőrében fogja tapasztalni. Hogy gondoljatok bele, hogy az emberek ilyen nagyon kényelmes életet élnének, ugye, akkor nem foglalkoznánk a szenvedőkkel, soha elmennének mellette, kit érdekel, szenvedjél a te bajod, ugye? Abban a pillanatban a sors minket is belekényszerít ebbe a szenvedésbe, onnantól kezdeszünk érzékenyek a többiekre. Tehát törvényszerű a szenvedés a Földön, mert az ember, ahogy mondjuk egy lottó nyerne az ötöst, ugye, egész nap ugye úszodában jelen jókat hajálna, csajozna, fiúzna, szép autókat szedetne, ezzel nem tanulna meg semmit se az égvilágon. Egyszerűen mondjuk mindenkinek van erre ugye lehetősége. Tehát az a lényeg, hogy a szellemi vezetők, a segítők mindig akkor vannak a legegyszerűbb jobban mellettünk, amikor valami bajunk van. Nagyon sok barátom elmondta, hogy amikor ugye otthon ült egyedül és szinte szenvedett és bánata volt, mert nem nyitották rá az ajtót, mert nem volt senki ese, hogy amúgy egy láthatatlan valami szellő megsimogatta volna, végigsimogatta volna. Hát ők, akik szellemi segítők, akik akár hogyha kell ilyen mechanikusan is, de képesek hozzánk nyúlni és segíteni nekünk, és akkor vannak a legeslegjobban mellettünk. Akkor segítenek a legtöbben, tehát nem vagyunk érzékenyek. És egy nagyon jó történet erre. Egyszer valaki azt álmodta, hogy az Úrral menetelt az úton. Miközben életének egyes jelenetei villantak fel előtte az égbolton. Közben két sor lábnyomot látott a homokba egymás mellett haladva, a sajátját és az Úrét. Amikor az utolsó jelenethez érkezett, visszatekintett a lábnyomokra. És akkor észrevette, hogy az út folyamán sokszor csak egy sor lábnyom volt látható. Arra is felfigyelt, hogy életének legkeservesebb szakaszainál fordult elő. Mántotta a dolog, és az Úrtól megkérdezte. Uram, te megígérted, hogy egyszer elhatározom, hogy követlek téged, te mindig velem jársz életem útjai. De íme, a legnyomasztóbb esetekben csak egyetlen sor lábnyom volt látható. Nem értem, hogy éppen akkor hagytál volna el, amikor leginkább szükségem volt rád, és az Úr így felelt, drága gyermekem, én szeretlek téged, és sohasem hagytalak el. A megpróbáltatás idején, amikor úgy szenvedtél, amikor csak egy sor lábnyomot látsz, a karjaimba vettelek, és úgy hordoztalak. Én nézzük tovább a hegyi beszédnek a magyarázatát. Azért boldogok, akik még sírnak, mert a fájdalmakon, szenvedéseken keresztül megérzik ezt a hiányt, mert betölti, hogy nem tud senki Istenen kívül. Tehát ezért szükséges a szenvedés. Boldogok, akik sírnak a földi életben, mert a fájdalom, ha már könnyekbe oldódik fel, nem tépi meg a szívet, mint
mint a vihar, mely fápat épp így a keresztül. Ez az árt csendes, párás vonulat csupán, mert az elkövetkezendő öröm magvának áztatják a talajt az érzések világába. A könnyező ember lelkében már el lehet vetni a hitet, a reményt és a szeretetet. Bár lehetnek még ott a léleknek vad hajtásai, dudvái, lehetnek bűnös tévedések, de már meg lehet menteni, még elfogadó állapotban van már. Gondoljatok bele, hogy milyen furcsa, ugye, hogy sok esetben ugye betegséget kapunk. Rengeteg ember bármilyen furcsa, egyszerűen képtelen megtérni Isten fele. Ugye először finoman körbe próbálja a szellemvilág, ugye tanfolyamokkal, megbeszélések, egy könyvrám megy, véletlen találkozás, megfelelő célzott filmek, hogy a lelkihez érjen valahogy, de csak nem akar beérni, és akkor egyszerűen kap egy betegséget. Kap egy betegséget, és legtöbb ember, akkor már tényleg komolyan veszi a betegségét, akkor kezd el imádkozni, hogy jaj, uram, bárcsak meggyógyulnék, és elkezdik keresni a kiutat belőle, és akkor igaziból megnyílik a lelke. És tehát egyszer sok ember csak a betegséggel lehet erre rávenni. Nagyon sok ilyen balesettől kezdve rengeteg ilyen betegség van, ami érdekes ezekben a betegségekben, az orvosok is ismerik gyakorlatilag ezt a tünetet, megoldást, amikor valaki olyan beteg, hogy megáll az orvostudomány, az eszedek az orvosok, itt már csak Isten tud segíteni. És milyen érdekes és furcsa, amikor valaki belül igaziból átjár Istennek a hite, és lehet, hogy azt mondja, amikor ráment ezekre a dolgokra, hogy én azt se bánom, ha meghalok, mert tudom, milyen csodálatos világ fog rám várni, akkor egyik pillanat a másikra egy olyan betegség, amiről lemondanak az orvosok, meg tud gyógyulni és felgyógyulunk kompletten. És azért ugye vigyázni kell, mert ugye oda tudják a mimáinkat igaziból, tehát azért tudni kell például, hogy a legtöbb megtérés, tudjátok mikor volt, a második világháború, amikor ugye jöttek a bombázók, az emberek benn voltak az óvóhelyet, hát olyan tömeges megtérés, mert sose volt, ugye. Aztán ugye kijöttek az óvóhelypincéből, még egy fél évig eltartott ez a dolog, aztán elfelejtették azt is, hogy létezik Isten meg minden. Na hát ez nem az igazi megtérés, az igazi megtérés a szívünkből történik. Minden nyomorúságnak oka a bűn, és mindenben a bűn a tévegésekből származik. Minden szenvedés figyelmeztetés a visszatérésre, Isten hívó szava, mert a tévegő bűnös gyermekei után küld. Akik azt megértik és visszatérnek hozzá, azok boldogok, mert nem csak megvigasztaltatnak, hanem Isten megáldja őket az ő ígérete szerint javakkal, mert a fájdalmokat okozó hiányérzet betölti a lelkükbe. Boldogok, akik most sírnak. A könnyeknek hatalmas oldóereje, sok régi keménységet felbont a lélek mélyén, sok félbe maradt jó és igaz érzés felszabadít. Mert a fájdalmak, a szenvedések nem mindig a büntetés eszközei. Sokszor egy útban lévő nagy boldogság előfutárai, mert a hivatások a lelked erre a nagyobb, tisztább és értékesebb, Istentől kapott ajándékra előkészítsék. Az elsekélyesedett kicsides emberi érzésekből megtisztítsák, hiába való emberi törekvésétől elterítsék, hogy az Isten által eléje szabott egyenes irányba tereljék az ember lelkét. Ugyanis amikor a lélek kész a jó követésére, de a test még erőtlen. Nagyon sokszor nem egyezik a lélek célja a testemberével. A testember vágyai sokszor nem azonosak a lélek vágyaival. Ezért nagyon sokszor a könnyező ember lelke a saját elhatározásából választja a testi érzéseivel ugyan retteget, de céljaihoz közelebb vívő fájdalmas sorsot, mert a terhe alatt könnyezően roskadozik. Ezek a sírók igazán boldogok, mert a szellemi tisztánlátásukkal beletekintetnek a lélek nagy törvényébe, a titok megnyílik előttük, ők a nehezebb, de rövidebb utat választják. A felettesen gondolkozó ember el se tudja képzelni másképpen az igazságot, mint a bűn büntetésként a szenvedést. A legtöbb felületesen gondolkozó ember könnyen vitélkedésre csábítja a látszólagosan rossz szemlélése, mert az alázatosság hiányába képtelen az Isten szerint igazságot felfogni, és a testnek megkedvező állapotban burkolt, nagy Isten ajándék értékét felismerni. Ezért keveset tudják felfogni Krisztusnak, ennek sokat mondok kijelentését, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. No, én akkor azt javaslom, jó, mert most 5:30, hogy akkor tartunk egy negyedórás szünetet, jó? És akkor elkezdjük a következő boldogságmondás, jó?